Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ugyan tettem, csinálok egy videót, amiben a mostanában, amiket csináltam, csillagászati videókat, például a Jupiter 225-szeres nagyításból, hogy halad. Akkor a Saturnusnak a mostani legutóbbi, amelyik a végén ott van, hogy feldolgoztam a videót, és akkor ugye képek hogy változtak a feldolgozás hatására, hogy az a videó hogy készült el. Hát nem olyan bonyolult, ne elsőnök is, ugye megfogom, berakom a intrót, de hogy ugye lehet látni mindegyiknél, utána a hangsávra rámegyek, jobb egérgomb, akkor itt a normalizálás, ez az éker, ugye, hogy normálra rakja hangot, ugye erősít rajta, akkor utána ugye beúzok ide egy alapzenét, ami általában a csillagászati videóimnál szokott lenni, itt is ugyanúgy megcsinálom, hogy rá normalizálok dolgokra, hogy esetleg halk akkor, például mint ahogy itt van, mondjuk ennél nem kellett például, de itt nálam megfogom, bekattintok ide a sávba, nyomok egy V-t, ugye bejön az a kék csík, és akkor ezzel még itt tudom húzni a decibel, de nem szoktam, mert ezzel a zenével nincsen gond. Na, jöjjön a többi rész a videónak. Elsőnek ugye megfogom, de jövök legelőre, vagyok egy kis kiagyást, és akkor megfogom, ugye beírom azt, hogy mi lesz ugye a videónak témája például, vagy ugye melyik bolygó lesz rajta, mint például most itt, ugye a Jupiter volt. Megfogom, bekattintok, őt így szépen félrehúzom, így ugye elrendezgetem magamnak a dolgokat, és akkor ugye általában ő úgy szokta, 18-osom volt. Jó, eredetileg olyan 42 környékén szokott lenni, ajánlatos, hogy ide bekattintani, ahol van a text, és akkor beírom, hogy Jupiter. De ugye szép nagy, nem lehet tőle konkrétan látni semmit. Bekattintok ide mögé, balklik, folyamatosan kijelölöm, és akkor ugye 10 vagy 12, ugye attól függ, hogy hanyan se akarjuk, hát 18 lett, ugye ahogy megy tovább a zene, meg a dolgok, ugye én elkezdem nézni, és akkor megfogom, és akkor ugye figyelem, hogy kb. Mennyi ideig tart, hány másodpercig, utána berakom a következő textet, de így szépen beírom neki a szöveget, nem shift-enterezünk, hanem lehet látni, hogy ott ugrik, ugye itt van, lehet látni, hogy nyomom shift-entert, semmi nem történik, megfogjuk és nyomunk egy entert, és akkor szépen leugrik, ha esetleg kevés, nyomunk még egy entert. Jó, és akkor ugye itt szépen leírom az adatokat, itt is ugye ugyanúgy, mint ahogy az előzőekben is ugye kijelölöm, beállítom ugye, hogy hanyas legyen a betűméret, vagy ha akarok ugye betűtípust állítani, azt is beállítom, ha akarjátok, akkor még itt színt is minden hülyeséget tudtok hozzáadni. És akkor lehet úgy is, hogy vagy így toljátok itt feljebb, mondjuk én nem itt csináltam, hogy lehet látni, nem megfogtam, de bejöttem, itt rányomtam, és akkor ugye, most hogy ne menjen így félre, megfogjuk, és akkor rányomunk, és csak simán kerül fel, vagy a lenyíl, vagy pedig simán így felúzzátok, és akkor nyertek az oldalra gombot, és akkor lehet látni, hogy szépen odaugrik, hova kell. Jó. Ez azért ilyen hosszú, minden ilyen videón van, mert én úgy szoktam, hogy elindítom, ugye itt a videót, és akkor én elkezdem normál tempóba végigolvasni, és hogyha végigolvasom, utána hagyok rám még egy-két másodpercet, és akkor utána itt jön a váltás. Ezt azért csinálom, hogy ne kelljen mindig megállni, esetleg ha valaki lassabban olvas, vagy pedig ugye visszatekergetni, mert ugye azzal már az élmény sokszor nagyon jó szokott lenni. Nem ugye is szépen normálisan el tud olvasni, most ha valaki gyorsabban elolvassa, vagy tudja, hogy miről van szó, mert látna már nem egy ilyen videóm, akkor meg fogja elkezdeni kattingatni, és akkor ugye megtalálja úgy is, hogy hol következik a folytatása. Ugye itt jön szépen a váltás. Itt is ugye ugyanúgy beraktam egy textet, megfogtam, ugye beírtam neki ugyanúgy a szöveget, kijelöltem, betűméret, stb. Stb. Ugyanaz az elv, minden.
Itt is ugye bemásoltam, és igen. Utána jött ugye a videó, őt ugye tök egyértelműen beúsztam, és akkor ide megnéztem, hogy hol van az, ahol ugye elkezdett jobban beremegni, és akkor megfogtam, beállítottam, hogy oda legyen egy text, amivel kiírom úgy, hogy mi történik, és szándékosan nem úgy csináltam, hogy például fogja meg, és akkor jöjjön fel is szépen, hanem megfogtam, és ugye így hirtelen így beugrik, és akkor ugye ugyanúgy eltűnik. Jó. Itt van ugye a végén, az autós tapkertes feldolgozás, meg a Registrax, akkor a Photoshop. Na, itt ugye megfogtam, amit alapból feldolgoztam képeket, na szépen ugye egymás után ide bepakoltam sorrendbe, talán ugye itt lehet látni, hogy megint a textet beraktam, beállítottam neki ugye a szöveget, ugyanúgy méret. Ezt ugye mindegyiknél megcsináltam, kellett már egy kicsit dolgozgatni, ugye a mérettel kapcsolatban képnél, mert úgy csináltam, ugye kihoztam nagyobbra, és akkor megfogtam, ide rámentem, akkor elkezdtem így növelni, ugye a méretét neki. Nem jó, mert pont nem jót húzok, mindegy, a szöveg most nem lényeg, őt kiskapcsoljuk onnan. Igen, ide kellett volna jönnöm. És akkor ugye fogtam, húzom összébb, és akkor ugye lehet látni, hogy nő. Jóval nagyobb. Ugye lehet látni, hogy ott van a háttérbe, tehát ő a kisebb. És akkor megfogtam, hogy kiválasztottam egy méretet. Ugye az autóstopkertest beállítottam, ezt általában úgy szoktam csinálni, hogyha úgy van, akkor így az a négyzetrács alapján középre, de most nem úgy csináltam. Jó, azt innen is elinnen. Na, tehát őt ugye ott beállítottam, utána megfogtam ez alapján, ugye rájöttem itt önálló erre, őt is ugye ugyanígy beállítottam a méretet, és ugye mentem tovább. Jött a következő kép, ugye ő már itt nagyobb volt, az alapjáraton úgy van, hogy én ahogy ezt lefotóztam, őt én körbevágtam, és ugye a kép sokkal nagyobb lett. Most szándékosan nem húztam fel direkt annyira, mert úgy akartam, hogy ezzel a kettővel ugye szépen szinkronban legyen, és ne legyen akkor hatalmas, hanem ugye az eredeti képet mutassa. Igen, amúgy itt lehet látni, hogy ez nem éppen a legpasszább lett az a kép, de hát ez van, az égbolt se a legjobb volt, a sivatagi homok miatt. De ezen nem változtat a lényegen, ugye, hogy lehet látni szépen a sávokat. Na, és akkor ugye itt bejön nekünk az, hogy itt van a hold. Na. Őt hogy csináltam meg? Megfogtam. Bejöttem ide a Color Gradientbe. Itt ugye van többféle, van az Eclipse, van az Ecliptica Ring. Most én az Ecliptica Ringet ugye beúsztam ide. Ugye itt kiválasztjuk, hogy milyen színű legyen, stb. Linear, stb. Most nekünk ez nem lényeg, hanem megfogtam, ide jöttem a mellette lévő fűre, rányomtam. És lehet látni azt, hogy ahogy megfogtam, és ugye nem így nagyítottam, hanem amennyire csak tudtam, leúztam kicsire, szépen beállítottam, hogy itt legyen jó, azt meg lehetett volna oldani másképpen is, például megfogom, és akkor jön egy text, például egy O betű, így. És akkor ott ugye le van húzva, ő ott van, lehet látni, de nem tudom, nem akartam így, mert úgy nem olyan jó. Nem azért csináltam így, hogy ugye alapból észrevehető, meg ugye lehet látni, hogy ott van, tehát van rá bőven terület, hogy ki lehessen szúrni, nem akartam már itt nyilat rakni, meg ilyenek, úgy voltam vele, hogy jó lesz az így. Persze, akinek van kedve, az megcsinálhatja magának másképp, hogyha csinál ilyen videót, ez nem ilyen kőbevésett dolog, ezzel lehet nyugodtan szórakozni. És akkor ugye itt megfogtam, beállítottam, hogy itt legyen a vége, ja, meg még ugye itt beraktam a szöveget, hogy ugye
itt a Photoshop rész, stb. Stb. És így ennyi tulajdonképpen ez a videó. Lehet látni, hogy ez nem egy ilyen nagy bonyolult volt. Amik így készülnek nekem ez a fajta videóim, azok ilyenek. Tehát semmilyen nagy ördöngőség nincsen benne. Na, remélem, hogy tudtam egy kis újdonságot mutatni vele. Legyen további szép napotok. Bye-bye.